Az árnyas zöld fa téren már szombat reggel nagy volt az élet, hiszen megtartották a 10. vízivárosi kölyök juniálist. A több éves hagyománnyal rendelkező programmal a cél az volt, hogy az iskolai és óvodai év végén a városrész gyermekei egy kis játszva tanulással egybekötve eltölthessenek a szabadban egy kellemes délelőttöt. A szokásokhoz híven a jubileumi esemény idén is az Árt Kulturális Egyesület segítségével jött létre, akik ezúttal is számos program lehetőséggel készültek a családok számára. Volt egy olyan nevelő célzat is ebben, hogy ismerkedjenek meg játékosan azokkal a vállalatokkal, akik Székesfehérvárért dolgoznak, és azért, ami őnekik természetes, mert ennek természetesnek kell lenni. És én őszintén remélem, hogy akkor tényleg városukat szerető, környezetüket szerető, a kötelességeket komolyan vevő nagylányok, nagyfiúk és felnőttek lesznek. A reggeli órákat a Pitty Pang zenekar nyitotta meg, majd a városrész képviselője Horváth Miklósné köszöntötte a kicsiket és nagyokat. Idén is sor került az Ovis próbára, ahol óvodás csoportok a jubileum alkalmából 10 állomáson mutathatták meg ügyességüket. A szórakozás mellett az esemény másik célja az volt, hogy megismertessék a gyerekekkel azokat a fehérvári szolgáltatókat, akik városunk működéséért nap mint nap rengeteget tesznek. Ám ez a kicsiknek nem feltétlenül tűnik fel, hiszen természetesnek veszik azt, hogy van például világítás, meleg víz, vagy éppen, hogy elviszik a szemetet. Itt szombat délelőtt a Deponia Nonprofit Kft., a Szépő ZRT, a Városgondnokság és a Székesfehérvári Rendőrkapitányság játékos feladatokkal készült, hogy megmutassák, mivel is foglalkoznak. Hogyha elérjük azt, hogy egy-egy ilyen rendezvény után a szülők és a gyerekek közösen beszélgessenek a KRESZ-ről, a közlekedési szabályokról, beszélgessenek arról, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy elkerüljük a veszélyhelyzetet, akkor már is tettünk, nem is keveset, és ezzel megelőrjük azt, hogy mindenki hazaérjen. A szombati eseményen a rendőrség nem csak a kisebbekre gondolt, akik beülhettek a szolgálati autóba, vagy a KRESZ kockákkal megismerhették a közlekedési táblákat, de a felnőttek tudását is szerette volna tesztelni egy KRESZ kerék formájában. Természetesen a vízivárosi kölyök juniálison nem maradhatott el a kézműveskedés, a nemezelés és a kavicsfestés sem.